Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Magyar Filmek Ától Szedték Podcast. Én Luca vagyok. Én meg Ádám. És a mai részben az 1933-as év filmjeiről fogunk beszélni. Mi az általános véleményed, Ádám? Ezek a filmek nem bántottak, de nem volt igazán ilyen nagyon kiemelkedő nekem. Így ilyen jó kis limonádék voltak, vagy ilyen korrekt filmek, így jellemezném őket. Neked mi volt a benyomásod? Igen, ez a... Megnéztem őket, de valószínűleg jövő héten már nem fogok emlékezni úgy igazán rájuk. Csak egy ilyen elmosod, így összemosodnak, így Jávor Pál... Valamiket csinált szerelmes dolgok, igen. Öt filmről fogunk beszélni, illetve az egyik az egy 9 perces rajzfilm, úgyhogy azt nem tudom, mindenki vegye úgy, aminek akarja. Négy és fél. És mit szólsz az intrózenénkhez egyébként? Nagyon jó. Ugye? Nagyon most tetszik. Már felnőttünk, már intrózenénk is van. Igazi podcast, így. Igen, és most, hogy ilyen vízválasztó részhez érkeztünk, hogy most már tudunk évente menni a részekkel előre, arra gondoltam, hogy egy kis történelmi összefoglalással indítanám ezt a részt. Ez nagyon jó. Ugye milyen jó? Hiányos történelmi ismereteimet egy kicsit felfrissítjük. Igen, ezt a részt, ezt a Wikipédia támogatja teljesen. Nyilván. Még arra gondoltam egyébként, hogyha bárki ezen gondolkodna, hogy adna nekünk pénzt, adja inkább a Wikipédiának. Az annyira Igen. Egy fantasztikus dolog, ez az internetnek a legjobb Igen. dolga, amit adhatott nekünk. Erre voltam kíváncsi, hogy 1933, mi történt, és elmondja. És van, 1933, és leírja. Figyelj, öregem, köst fel a cipőd. Ez a Wikipédián is úgy van leírva, hogy idősorrendben, tehát hónapban. Ez most Magyarországról lesz, szóval ez a világ. Nagyon jó. Okay. És Magyarország is van benne, igen. Szóval. Ebben az évben kezdik el építeni a Golden Gate-et San Franciscóban. Hitler először Németország kancellárjával, majd diktátorává válik. Ez egy hullámvasút már most ez az év. Sajnos, igen, és ez még csak rosszabb lesz. Ég a Reichstag. A King Kong film premierje is ebben az évben van, az a gyurma animációs King Kong. Feltalálják a Monopoly játékot, és befejezik a Dachau tábor építését. Ez úgy erős egy évben, nem? Igen. Feláll a gestapó, ohó, először látják a Loch Ness-i szörnyet. Hoppácska. Oké, már mondta, hogy az a fotó akkor kész, a híres fotó az? Elképzelhető, hogy akkor készült. Ez az első hivatalos, valaki azt mondja, hogy én láttam. Ez 33-ban történt. Gandhi 3 hetes éhségsztrájkba kezd, majd bebörtönzik. Június 6-án a világ első autós mozia megnyílik New Jersey-ben. Például ez nekem tök érdekes, hogy ezek a dolgok, ez most ilyen történelem óra és oktatás kritikai, ami nem feltétlenül a profilunk, de hogy ez annyival tök érdekes, hogy ezekről a dolgokról, hogy Hitler meg Gandhi, ezekről így tanulunk, de hogy ez nekem így sose állt össze, hogy ez igen, így egy időben igen, van. Igen, várjál, és itt még lesznek nagy nevek egyszerre. Okay. Igen, tehát, hogy Szilárd Leó áll a piros lámpánál, a kocsijában gondolkodik, és kitalálja a nukleáris láncreakció. Hogy ez így jött, igen, ez a piros lámpánál, tök jó. Akkor Einstein Amerikába diszidál. Egy másik piros lámpánál. Végképp ott marad Amerikában. Ő lett volna ez a másik fontos név, aki így a Hitler, Gandhi, Einstein, Szilárd Leó, King Kong csapatba ugye, csatlakozik. A Marx testvéreknek ez a Kacsaleves című ilyen szuperhíres filmje, és ebben az évben jön ki. Decemberben feloldják Amerikában a Szesz tilalmat. Ami ugye már a Kék Bálványban feloldották korábban. Magyarországon megjelenik a Szomorú Vasárnap című dal. Fú, igen. Az így a magyar közhangulatot elég jól lefesti. Na, de elindul az első trollibusz is Óbudán.
megszületik Sára Sándor, Keserű Ilona művésznő és Csala Zsuzsa. Ó. Tehát, hogy Csala Zsuzsával, Gandival, a Monopoly figurával is történt valami nagy dolog ebben az évben. Gondoltad ez volna? Ez perspektívába rakja a dolgokat. Hát ennyi lett volna. A kis összefoglaló. Én ezt köszönöm mindenki nevében. Edukatív. Hát akkor vágjunk is bele. Én jó. Azt mondom, ne lacafacázzunk. Hát rögtön kezdjünk egy ilyen érdekes filmmel, aminek két címe van. Mm-hmm. Ugye van a Falusi lakodalom, ami egy ilyen elég, lássuk be, ez egy elég ilyen cím, vagy az ellopott szerda, ami rögtön felkelti az ember érdeklődését. Hát ez egy vígjáték, nagyon röviden a sztori, egy berúgott fotóriporter a szálak mozgatója, vagy a cselekmény elindítója, aki matrészegen bekeveredik egy ilyen lakodalomba, nem tudom mennyire fejtsem ki, azt hiszi, hogy Macedóniában van, de Magyarországon van, és lekap egy nőt, aki végül egy szappan lefotóz egy nőt, aki végül egy szappan reklámnak a plakát arca lesz, és ez a szappangyáros férfi a plakát alapján szeretné megtalálni ezt a nőt, de mivel ugye a matrészek volt, a fotóriportere nem nagyon tud hasznos infóval szolgálni, és akkor ebből különböző kalamajkák, és igazából egy ilyen szerelmi történet. És akkor itt különböző, hát ez egy ilyen tévedések vígjátéka. Mint elég sok film. Elég sok minden. Sajnos nekem ez már az a fajta, ami már egy kicsit, kicsit sok. Azért maradjunk annyiban. Nagyon röviden ez a sztori, aztán kicsit belemehetünk jobban, mert itt vannak még érdekes momentumok, meg azért vannak jó poénok. De ez nekem is nehéz, hogy mindig valahogy az az érzésem az én tévedések vígjátékánál, hogy az első tévedés az ugye kinyit egy zárójelet, akkor ott húha, azt hittem, de mégse. Igen. De és ebben már olyan kapcsos zárójelek a négyzeten nyílnak, hogy már a tévedésen belül is mindenki téved. Igen. És nekem ez sok, nem... És amikor már az van, hogy azt hiszem, hogy ilyen hülye emberek nincsenek, akik így... Tehát, hogy annyi ilyen félre kommunikálás, és véletlen, és nem tudom, mi történik, hogy pont ugyanabban a szállod... Hát ez egy ilyen, egyébként ez egy ilyen szálloda vígjáték, kicsit a második fele. Igen, ez a szoba, fele. És akkor pont kimegy, amikor azt hiszik, hogy ő az, de bejön a szolgáló. És akkor ez ugye van a miniszter félreléptől elkezdve mindenhol. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon, nagyon necces műfaj, úgyhogy, úgyhogy vicces tud lenni, de hogy ne legyen nagyon idegesítő, az nehéz. Hát itt nem annyira sikerül. Vannak azért benne jó poénok nekem, ami nagyon tetszik, az túlzás. Szeretném itt korrigálni magam, hogy vannak itt olyan poénok, az a bőrönt felrugás, amikor azt mondja, hogy rakja arrébb a bőröngyét, és akkor nem rakom. És akkor felrugja a bőröndet, és kiderül, hogy azért nem rakja arrébb, mert nem az övé. És akkor azon így elnevettem magam, lehet, hogy ez az én hibám igazán. Ami tök izgi, vagy hogy itt vannak új emberek, akikkel, mármint új színészek, például Szőke Szakáll az egyik főszereplő, akivel még nem találkoztunk, vagy legalábbis felmaradt filmje nincsen még. Ő egy nagyon jó karakter, fizimiskára, meg ilyen nem tudom, habitusra. Szerintem ebben a filmben amúgy ő nagyon, nagyon sok. És, hát elképesztően sok, persze. Elképesztően sok, de hogy van benne potenciál, ami a Casablancában, ugye, be is teljesül, hiszen ő szerepel a Casablancában, mint Carla főpincér. Tényleg? És csomó amerikai filmben is játszik. De hát, hogy ő egy ilyen, tehát, hogy őnek igazából a színészete az, hogy egy ilyen nagyon karakteres, nagyon jól, vagy egy ilyen ránézel, és akkor ő tudod, hogy egy ilyen. Ő állítólag, vagy én azt olvastam, hogy volt ez a forgatás, van egy ilyen esküvői jelenet, amikor ő egy ilyen csetlőbotló fotós, és ő állítólag életben, mert ez a filmen annyira nem jött el, de az életben annyira vicces volt, hogy akik hogy körbe gyűltek emberek, hogy nézzék a forgatást, azoknak a nevetése miatt többször újra kellett fölvenni a jelenetet, mert egyszerűen belehallatszott, hogy mennyire nevetnek ott a
az emberek. Pont ennél a filmnél kezdtem el gondolkodni azon, hogy mennyire változik 90 éve időtávlatában a humor, mint olyan, tehát hogy gondolom arról a jelenetről van szó, amikor ott nem tudja letenni a kameráját. Tehát egy ilyen statívval bénázik, ami most már annyira nem vicces, mert már túl vagyunk ezen. Már, hát de nem ugyanakkor, úgy túl, hanem hogy... Ugyanakkor ugye a mi kis falunkban ugyanúgy a Szabó Győző részegen nem tud felszállni a biciklire. Ja, tehát, és akkor ez egy 5 perces jelenet. Vagy hogy nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy nem vagyunk túl rajta. Jó, akkor végül is mégsem ez, mert ez a fizikai humor, ez mindig működik, oké. Viszont ez a tévedések végjátéka, ez már szerintem kiment a divatból. Tehát azt el tudom képzelni, hogy mert ez nagyon nekem ilyen színházi hagyomány, hogy húha, és meg mindig valahogy egy ilyen középszar francia darab jut ezekről eszembe. Hát ez egy ilyen klasszikus francia műfaj, szerintem ez a szállodában máshova nyitunk be, mint ahova be kéne. Ez már nincs annyira az én legnagyobb örömömre, de ez a fizikai csetlős, botlós, oké, jó, ebben igazad van, hogy az még működik. Ami most már kezd most már az idegeire menni. Most már kezdem elveszíteni a türelmemet, ami ebben a filmben feltűnt, és majd ebben az évben a többi filmben is, de már volt az eddigi filmekben is, amit én messze menőleg elítélem azt a fajta humort, vagy nem is tudom, humor ez, hogy visszakérdeznek emberek. Megőrülök ettől. Hát tehát, öreg, hogy, pedig köst fogadjátok. Az, hogy, és bocsánat, hogy ez ennél a filmnél fakadok ki, mert nem ez az első film, amiben ez előfordul, csak ez most tört ki belőlem, hogy az, hogy este 8-kor nem a szálloda haljában találkozunk. A szálloda haljában? A szálloda haljában, igen. És nem beszél így senki. De, nem kérdez, de a színházban, igen. Hát a színházban ott lehet. Hát is ez még egy fél lábbal a színház. De ez most már nagyon, nagyon bosszantó nekem, és ez még lesz sok filmben. És hogy az a humor, hogy mondunk valami furát, és akkor arra visszakérdez a másik pont ugyanúgy, tehát nem azt mondja, hogy tessék, vagy mi van, vagy nem, hanem hogy megismétli. A szállod a helyjában? Igen. Illetve még egy. Uh-huh. Ez most egy ilyen rend. Na, bocsánat, gyere, ez most ilyen negatív energiákat hozok valamiért. A másik, hogy ez az operett éneklési stílus. Hát pedig abban is lesz még. ez a fejhang remegtetése, ez nekem most már sok. Tehát egy ideig jó, oké, de most már... Jó, de... Szerették, na. De nem értem, hogy mitől imponál ez, az amúgy szerintem bántó hang 2020-ban. 2021-ben, bocsánat. Na jó, bocsánat, és mindenkitől elnézést kérek, és tegyük fel az én zenei művelek fenségemnek, vagy nem tudom, hogy én ezt nem tudom értékelni. Ennyit lezárva. Lezárva, és mostantól tök pozitív leszek. Nekem két dolog tetszett a filmben. Az egyik az, hogy a főszereplő nőnk, akit ugye kutatnak végig, hogy megtaláljanak, ő az egyetlen, aki elmondja a dolgokat úgy, ahogy van. Tehát ő is mondhatná azt, hogy nem, és akkor kinyitunk egy újabb kis izét, félreértés. De nem, ő azt mondja, hogy én voltam az, akit leszóltál, hogy hangosan énekelek, úgyhogy ez van, nem érdekel. Ezért inkább hálás voltam, mint hogy nem kell végignézni. Igen, még hogy most még 20 percet ráhúzunk. És ami meg meglepett, ez a második dolog, hogy végig a filmben tényleg mindenki elbeszél egymás mellett, és utána ezek nem oldódnak föl, hanem egy jelenet alatt így eljutunk az esküvőig. Igen. De tehát, hogy... Azért azt az egy mondatot hiányoltam volna, hogy jé, végig téged kerestelek. Ez nem hangzik el, nem, persze. Ez egy ilyen fura és érthetetlen dolog maradt, ami így feloldás nélkül. Nem baj. Leng a levegőben.
Na mindegy, szóval ez egy ilyen elég felemás film. A minősége se túl jó ennek sem, úgyhogy ráérős percekre ajánlom csak. De majd Gertler Viktor, aki egyébként a rendezője ennek a filmnek, majd később azért még fog jó filmeket csinálni. Igen? Vagy én nem olyan rég láttam az Állami Áruházat. Előre rohansz. És az nagyon szórakoztató volt. Hát ha egy mondatot kiemelhetünk ebből a filmből, akkor az a ha tangót hallok, én nem tudok uralkodni magamon. Akkor én is kiemelek egyet. Ne hozzom ki a sodromból, mert megfeledkezem magamról. Ez egy nagyon jó életfilozófia egyébként. Suhanjunk is át a második filmünkre, hoppácska, ami a Kísértetek vonata. Hogy igen. Átkötöttem. Ezt átkötöttem. Nem gondoltad. Nem mondjuk azt mondtad, hogy átrobogjunk. A Kísértetek vonata, ez Lázár Lajos rendezése, aki egy új név számomra. Igen. Ez már egy tendencia, azt hiszem, a filmek körében, hogy a cím alá odaírják, hogy milyen típusú film ez. Én ezt szeretem. Tudom, hogy mit fogok látni. És ez a film, ez az izgalmak vígjátéka zsáner megjelölést kapta. Ami egy hazugság. Ami egy hazugság, egy horror. ez nem igaz. Igen, ez nem egy vígjáték, ez egy... Az, hogy... Hát van angolul ez a kifejezés, ez a... Who done it, vagy who did it, hogy ez igen. Az ilyen nyomozós, kicsit horroros, igen. Igazából egy, vagy nem akarom a Nem, hát plotot, az összefoglalásomat ne lőd le. De hogy ez egy Scooby-Doo epizód, igazából. Tényleg, igen. Egy mondatban a történet. Igen. Néhány ember lekési a vonatcsatlakozást, és éjjelre egy elátkozottnak hit állomáson kénytelenek maradni. A rejtélyes kísértett vonat aznap éjjel is elér a kisvárosba. Ó, hát ez egy ilyen ez egy ajánló. Igen. Ez egy ajánló. Igen, és hát ezeknek az ilyen misztikus végjátékoknak a szokásaihoz illően van mindenféle típus, van a szerelmes pár, van a nőcsábász, van az elkényeztetett öregasszony, a csitri, a jócsaj. Tehát, igen, Ádám felnyújtott az ujját. Hogy találkoztunk már Lázár Lajossal. Lázár Lajos, welcome back. Lázár Lajos, hát a kék bálványt, ezt ő rendezte. Hoppácska! Na, akkor mint Lázár Lajostól a Kék Bálványban is láthattuk, szereti ezt, hogy sokféle embert egy helyszínre betesz, igen. És akkor történnek velük dolgok. Most már így ugye nem meglepő a Kék Bálvány után, hogy itt is a kísértet szállt a vasútállomáson is egy varieté műsort igen. Csapnak igen. Az útragadt emberek. Kell egy okay, kis fel persze, kell, de morált javítani igen, kell. Igen. De azt a javára kell írni ennek a filmnek, főleg a Kék Bálvánnyal szemben, de hogy így a kor többi filmjével is szemben, bár ez egy remake, egy angol mm-hmm. filmnek a remake-e, de hogy itt van egy sztori. Tehát elindul egy sztori A-ból, B-be, B-ből, mm-hmm. C-be, van egy csattanója, van egy vége. Csavar. Van egy csavar, vége. Tehát, hogy itt nincs sztori szempontból, nincs ilyen nagyon kavargás, hogy most hova, mi. Tehát, hogy eleje, közepe, vége van ennek igen. A filmnek, és az tök jó. Nagyon tetszett benne például a legelején, amikor így kb. Ugye bemutatja a szereplőket a vonatkocsikban. Ez a montás. Igen, hogy úgy vág át egyik fülkéről a másikra, hogy befejezik egymás mondatait igen, a szereplők. Ez iszonyú jó, meg innovatív volt. Igen, ez a montázs az elején, meg az a vonat, POV, mm-hmm. ahogy robogatta, gyorsan. A király vonat, mint téma, meg vonat, majd baleset is lesz. Igen. Az a baj egy kicsit, hogy ez elég rossz minőségben maradt fent, de ez egy szórakoztató filmecske. Igen, abszolút, és megjelenik benne Hacsek és Sajó, az elején először. A vonat fülkében, akikről majd még fogunk találkozni, de hogy egy ilyen epizód szerepben megjelennek. Én azt hiszem, hogy kéne erről beszélnünk, hogy mi ez, hogy Hacsek és Sajó. Hát Hacsek és Sajó, ők
ugye a jelenségről meg nem annyira sokat tudok, de hogy ők egy ilyen visszatérő karakterek, akik majd nagyobb szerepet is kapnak a Vica vadevezősben, majd amiről még később beszélünk. És akkor az eredeti hacsak és sajom, mert ezt ugye sok emberrel játszotta ezt a karaktert, ez a Herceg Jenő és Komlós Vilmos páros, akik az eredeti Hacsek és Sajó, és igazából ők egy olyan páros, aki a nagyon fiatal hallgatóknak mondom, vagy akik gyakorlatilag két olyan karakter, akik nem teljesen érthető, hogy ők miért barátok, vagy miért állnak szóba egymással, de ilyen furcsa pár. Egy ilyen furcsa pár, igen, akik félreértik egymást, tehát a Sajó a normálisabb fokkal, és akkor a Hacsek pedig az a karakter, aki ilyen értetlenkedik, és az a típusú értetlen ember, aki az a humor, hogy ilyen nagyon ártatlannak tűnő kérdéseket tesz föl, amik ilyen bosszantóak. Igen. Főleg ilyen szó, vagy ilyen nyelvi humorral dolgoznak elsősorban. Az Ádám által emlegetett elismétlése a kérdéseknek az. Hát az is, de azért vannak szellemesebb, igen, szellemesebb poénok. Még majd a viccavad vezetésben ott van egy-kettő. Hát itt csak tényleg epizód szerepjük van, ülnek egy kocsiban és beszélgetnek. Csak hát ők meg majd 30 évig mostantól ezt fogják nyomni, úgyhogy szerintem hát ezt érdemes. Igen, és aztán majd még nem tudom, a rádió kabaréban, meg mit tudom én, hát tehát hogy ez a mai napig. Hát a mai napig, igen. Tehát ha csak és jó, ez két karakter, amit igen, bárki eljátszhat, de különböző jellemük van, és akkor ennek mentén kell alakítani őket. Még ami nekem izgi volt, hogy egyrészt ez egy angol film remake-je, ami 31-es, amiből készült amúgy egy román remake is, és ami tök izgi, vagy nekem így feltűnt, hogy mindenkinek angol neve van. Igen. Tehát, hogy ezt nem írták át, hogy nem tudom, Balmazújváros alsó vasútállomás, hanem az igen, megmaradt angolnak, szereplők mind angolok, kivéve ugye a papagáj, aki Lóri lett valamiért. Neki nem maradt meg az angol neve, az nem tudom mi volt eredetileg. Hogy ez egy olyan fajta remake, hogy ráadásul jelenetek is át vannak véve, tehát a külső jeleneteket újra felhasználták, így bevágták ebbe a filmbe. Ez lehet, hogy amúgy feltűnne, de hogy tényleg elég rossz minőségű a maga a film, mármint ez a kópia. Igen. De hogy például angol feliratok vannak a vonaton. Ja, igen. Tehát, de ezt már az előző részben is beszéltünk, az a spórolás díszletekkel. Igen, csak ez ugye nem egyszerre forgott, hanem ezt így úgy van, nem is forgatták le újra, nem csak átvették ezt a jelenetet, kész. De nekem még ezt én is olvastam, ezt a román verziót, és azt tetszik, hogy leforgatták románul is, van pár román szereplő, de a magyar szereplők közül is van, megtartottak párat, de a teljes stáb az ugyanaz. Tehát, hogy volt egy fél év, amikor ez a stáb a Szellemek vonatát forgatta kétszer. Isteni. Igen, hát ez van. Ma már ilyen elképzelhetetlen. Ezért ez is egy ilyen fura zsánerű film, amit már az elején is mondtuk, hogy azért ez nem egy tisztán végjáték, hogy ez azért egy ilyen krimi és kicsit kémfilmes is, tehát vannak benne ilyen kémfilmes elemek, és van benne tök jó akciójelenet, lövöldözés, olyan tűzpárbaj van, igen, benne, gépfegyverrel. Tök jó az időzítése mindennek. Igen, verekedés. Tehát még az utolsó pillanatig ott nem tudjuk, hogy most hányadán lesz, hogy a vonat meg lesz, nem lesz meg, felrobban. Tök jó. Igen. Tehát, hogy nagyon, nagyon izgalmas, főleg az utolsó harmada, az első két harmada az a vígjáték. Van azért benne persze egy ilyen szerelmi szel, ez kötelező, de nem túl sok, meg ugye a varieté műsor, és akkor az utolsó harmad az akciósabb, lövöldözés, herekedés, a csavar, amit most nem lövünk le, ami tök jó, vagy hogy nekem ez ilyen felüldülés volt, hogy egy ilyen típusú filmet is láthatunk. Újító volt, igen, teljesen, igen, az eddigiekhez képest, úgyhogy ez kellemes. A minősége sajnos azért a rovására megy az élvezhetőségnek. Amit én még felírtam egy izgalmas infónak, hogy Rök Marika,
az egyik főszereplő, és neki nagyon érdekes élete volt. No. Kezdem a rosszal. Tehát, hogy ő szerepelt magyar filmekben is, aztán német filmekben is, és Hitlernek az egyik kedvenc színésznője volt. És van egy olyan, van egy levél is, ami múzeumban ki van állítva, amiben Rök Marika megköszöni Hitlernek a virágcsokrot, amit kapott tőle. Oh. Melyik filmben nyújtott alakításáért, ezt lehet tudni? Vagy úgy szereti az egész életpályáját? Hát az egész Marikának. Életpályáját, és szerepelt náci propaganda filmekben is sajnos. És vajon Hitler meg annyira szerette őt, hogy megnézte a Kísértetek vonatát is? Lehet. Ó. Nem zárható ki végül is. De ami nagyon izgalmas, hogy aztán később kiderült róla, hogy ő igazából a KGB-nek a beépített kettős ügynöke volt. Igen. Wow, Marika! Úgyhogy ő egy ilyen Matahari kettős ügynök, ezért beépül a nácik közé, de igazából KGB-s. És mi lett a vége Marikának? Meghalt szegény. De jó, de hogy sikerült-e kideríteni dolgokat, melyik oldal ölte meg? Nem ölte meg senki. Tehát, hogy ő KGB-s ügynök volt, ez a halála után derült ki róla. Úgyhogy sikeres volt a beépülés, úgy tűnik. De várjál, akkor nem kettős ügynök volt, hanem csak ügynök. Ja, végül is igen. Mert a... Igen, reméljük, bocsánat. Hogy a másik vagy irányban hogy, nem. Igen. Igen. Vajon lefeküdt Hitlerrel? Állítólag Goebbelsnek a szeretője volt. Uff. De mármint ez jobb lett volna, ha Hitlernek ezt. Nem tudom, igazából én sem tudtam a kérdés feltevésére. De ezekre azért nem, tehát hogy ezek ilyen... Akkor Goebbels viszont valószínűleg látta ezt a filmet, nem? Nem tudom, hogy bedobták ezt a DVD-t. Imádta magát nézni közben. És ezt szeretném... hogy a büntető jogi felelősséget nem vállalok azokért, amiket most mondok. Tehát, hogyha Rök Marika utódaitól előre is elnézést kérek, hogyha ez valami nem igaz. És szerepel az első német színes filmben, és van egy olyan film, a Cora Terry című filmben egy ikerpárt alakít, amiben ő mind a két karakter. Úgyhogy ezeket írtam fel Rök Marikához. Hát ez elég izgalmasan hangzik. Na, hát akkor robogjunk is tovább, vagy szálljunk tovább. Hát igen, nem lehet kétszer ugyanazt elsőt. Szálljunk tovább a Légi titánokhoz, ami az első animációs film, amit megnézhettünk. Nem az első animációs film a magyar filmtörténetben, de az első, amit volt szerencsénk látni. Légi titánok, 9 perc, röviden a sztori, madarak elmennek a Vidám Parkba. Azt hiszem... Ennyi végül is. Igen. Ez inkább, tehát én nem a sztori a lényeg nyilván, ez inkább vizuálisan egy izgalmas kísérlet, nagyon sok pszichedelikus képpel, ami nekem nagyon tetszett. Egy ilyen humoros, kedves kis rövid film. Nehéz róla beszélni, mert nagyon annyira vizuális. Neked mi volt a benne? Nekem így nagyon tetszett, nyilván ez egy 9 perc, tehát hogy... Ezt feltétlen ajánlanám megtekintésre, de gyakorlatilag én ehhez nem tudtam semmit felírni, csak ennyit, hogy madarakról szól. Igen. De nagyon szép, meg hogyha ebbe belegondolunk, hogy ennek 33-ban, vagy lehet, hogy 32-ben kezdték el készíteni, milyen technikai feltételek kellettek, hogy azért 9 perc a kockánként rajzolod, iszonyú sok idő. Igen. Úgyhogy... Ilyen furcsa, nem találtam le sajnos el forrás, de hogy az volt nekem a fura, hogy mondjuk így a madaraknak, meg egy csomó dolognak, ami mozog, van egy ilyen fehér kör, tehát vagy van nyilván egy kontúrja, de hogy van egy ilyen fehér körvonala is, hogy kicsit olyan, mintha ki lenne vágva papírból, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen van egy ilyen vizuális, tehát, hogy nem az a benyomásom, hogy ezt egy papíron rajta van minden, vagy akár több ilyen áttetsző fólián, hanem, hogy kicsit, mint a más technikával készült volna, de nem találtam erre semmit, de hogy tök jól néz ki. Meg ami nekem izgi volt, hogy nagyon sok ilyen humor, olyan fajta humor van benne, ami később még visszaköszön. Tehát, hogy van ez a pszichedelikus vonal, ez az apacuka, fundaluka, hogy ilyen formák így, mit tudom én, van az a
van egy olyan jelenet, hogy a két madár így táncol, uh-huh. és akkor aztán így a vonalaik szétesnek, és összeállnak valami igen. masszává, és aztán újra visszamennek. Tehát így egymásba olvadnak a táncokban. Igen, tehát hogy az mondom, ez abszurdikus uh-huh. van, de van benne olyan humor is, mintha az egyik boxoló madár kiüti a másikat, és akkor így fölcsavarodik, mint egy ilyen szőnyeg, ami meg ilyen Looney Tunes-os poén. Szóval hogy van benne ilyen csomófajta humor, meg ilyen vizuális stílus, de olyan, hogy egy ilyen tök izgi. Ez jó kérdés, hogy ők vajon, mert azért ilyen Walt Disney nem is filmek, de már ilyen kis klipek voltak akkor már, tehát az a 20-as évek végétől van Mickey Egér például, és hogy ezt vajon láthatták-e? Egyébként aki készítette, vagy a rendező a Szegedi Szűcs István, és ő igazából illusztrátor, tehát nem is animációval foglalkozik elsősorban, és ő 36-ban Londonba emigrál. Uh-huh. És aki a leghíresebb műve, ez van egy ilyen My War című novella, vagy ezt úgy írják, hogy ilyen szöveg nélküli novellája, amiben csak képek vannak. Uh-huh. Szerintem egy képregény. De hogy szöveg nélkül. Aha. Tehát, hogy nem is képregény, hanem egy ilyen... Képek. Egymásod. Hát igen, de hogy egy történetet aha. mesél el. Hú, az nagyon izgalmas. Meg amiket láttam, találtam róla, ilyen tervezett ilyen angol turisztikai posztereket, uh-huh. ilyen tök jó, ilyen színes, ilyen nagyon csábítóan lefest ilyen angol tájakat, és akkor nem tudom, hogy nézd meg, nem tudom. Valamit. Egyébként, amit még találtam, hogy az első magyar animációs film az 1921. Uh-huh. Gyers, Romeo és Julia, Kató Kiszli István rendezte, de ez nem maradt sajnos fenn. Uh-huh. Ez meg ugye, ez meg 33. Igen. Szóval elég sok kimaradt. Meg volt valami árnya animációs film is. Uh-huh. Az is ilyen, nem írtam fel a címét, de hogy az 21 után volt, hanem 23-ban. Tehát, hogy voltak már animációs filmek, de sajnos azok nem uh-huh. maradtak fenn. Uh-huh. Úgyhogy ez ilyen, ha nem is a fő ajánlás, de ezért ezt ajánljuk ez mindenkinek. Biztosan nem fáj senkinek, ha ezt megnézi. Egy kis pszichedélia mellé, és... Hát akkor lúpolva. Vagy nem, szerintem nincs olyan pszichoaktív kábítószer, ami 9 percig tart a hatása, úgyhogy akkor érdemes lúpolva berakni. Marsírozzunk is tovább, akkor negyedik filmünkhöz. Oké, marsírozzunk. Negyedik filmünk, ez a Rákóczi Induló című filmünk lesz. Székely Istvántól, akit hát már gyakorlatilag kívülről fújjuk az életművét, hiszen olyan filmeket rendezett még, mint a Hippolyta lakály, a Repülőarany és a Piri mindent tud. Ezekről mind tudtunk eddig beszélni, mert mind fennmaradt. És ebből két filmet szerettünk is. Két filmet nagyon szerettünk, a Repülőaranyról nem beszélünk. Szóval ez a film, ez hát... ki gondolta volna, egy szerelmes film lesz. Szerelmes film, de ez egy szerelmes film. Tehát, hogy ez nem egy vígjáték. Ez a legmélyebb szerelmes, romantikus film. Katonákkal, úrilány elszegényedésével, félreértéssel, de megbocsájtással. Ha, igen. Ezt most én furcsán foglaltam össze, de férjem bele. Ez nem egy cselekmény, ez inkább egy ilyen érzések, amiket keltett a film. Ez egy szerelmes film. Egy ilyen romantikus történet, amiben a humor az így megjelenik ugyan, de nem úgy. Tehát, hogyha egy skálán kéne elképzelni, akkor mondjuk ez a Hippolyta lakály, ott van azért egy ilyen romantikus szál, ami a végén egy ilyen kiukadunk valahova, de hogy ez egy ilyen nagyon, ez egy inkább egy B-sztori, vagy igen. Nem tudom, itt a B-sztorit felemeltük az A-sztorivel, és a hippolitkodás meg lement a B-sztoriba. Nagyon, vagy C-be, tehát igen. Hogy itt már nagyon egy működő történet, ez tehát ez egészen, teljesen. Egészen a legvégéig ez teljesen érthető, motivációk, a karakterek, tök izgi. Nagyon-nagyon rendben van. Jávor Pál, Dajka Margit. Dajka Margit nem abban a szerepben, nem a Piri mindent tudos, hanem egy másik szerepben, és tök jó ő is. Igen. Jávor Pál, a sármőr, ő azt hozza. És egészen én a félreértést
Sajnos ott megint, megint kicsit ledobta az anyam az égszíjat, de azt még hagyjuk végére, vagy hogy még arról még beszélhetünk. De hogy összességében egy ilyen ez egy nagyon tök jól összerakott. Klasszikus, tök jó, ilyen tökéletes harmadokra van osztva, hogy igen. Bevezetjük, akkor konfliktus van, és akkor megoldjuk az utolsó harmadában. Meg hát egy ilyen nagyon, ez ilyen tök jó, többször előfordul benne ez az egymásra találás véletlenül, igen. És ez mindig ilyen nagyon kedves. Tehát az elején, amikor megismerkednek, van egy ilyen iszonyú innovatív és kedves. Pick-up próbálkozása. Hogy hívják? Tarján Arisztid? Azt hiszem, így hívják. Nem tudom, Tarján főkapitánynak. Igen. Hogy egy újságból kisatírozza a kis címekből a megfelelő szavakat, és akkor feltartja, mint a Love Actually-ben, hogy igen. Csak így elolvassa a Dajka Margit, hogy maga a legszebb a világon. Elolvassa, de nem hatódik meg. Nekem ez is nagyon tetszik, hogy elmosolyodik aztán. Hát, de ott hagyja a jegyet, mégis. Uh-huh. Hogy tudja, hogy mikor megy a... Mézes mancagok húzogatása. De aztán utána meg bemegy az operába, és széttépi a levele. Hát, hogy azért Dajka Margit... Hogy hívják? Vilma. Ja, Vilma tényleg. Tehát, hogy Vilma azért... Hát, tud játszani a férfiakkal. Tudja, hogy mi a... De hát, utána, hogy a Dajka Margit, mint gróf nő, neki a hobbija a horgászás, ami szintén egy ilyen... Véletlenül egymásba akadnak ott beakad a horog. Tehát, hogy ilyen... Tök helyes, nem erőltetett... Hihető. És amikor szerelmet vallanak egymást, vagy a Jávorpár szerelmet hídon. Ott, vagy ez még nem az a mahid, az a piknik az a nem, amikor szerelmet val, akkor azt mondja, hogy a hídon mondta volna, de ezt igazából a bálban mondja már, de hogy úgy vallanak szerelmet egymásnak az emberek, hogy legalább háromszor már találkoztak, ez is fantasztikus, hogy végre nem egy találkozás, tehát hogy jó, mondjuk ebből a három találkozásból egynél beszéltek egy szónál többet, de hogy legalább ez is egy fokkal hihetőbb már. Ebben is van őrületes szüreti mulatság, van egy isteni tisztán lovakkal való átékszás hát jelenet. Az nagyon remélem, hogy nem halt bele senki abban a jelenetben, mert elég veszélyes. A lovak nem voltak elemükben. Tehát, hogy ott azért szerintem a lovak az életükért küzdöttek. Ez egy ilyen, nem egy ilyen PETA kompatibilis forgatás volt valószínűleg. Nagyon örülök, hogy a végén nem az van, mint eddig az összes hasonló problémákat felvető filmnél, hogy elszegényedett, na de újra gazdag, úgyhogy akkor összejövünk, hanem nem baj, szegényen is jó. Igen. Szuper, nagyon örültem neki. Nem az történik, a többi filmmel, hogy szerelmesek vagyunk, és szerencsére ettől függetlenül mindenkinek az élete is jól alakul, és akkor így akkor oké, hanem hogy itt nem alakul jól az élet, de a szerelem az végül igen. Is beteljesül. És ez egy üdítő új fejlemény, hogy a viszontagságok ellenére, és nem az történik, hogy a viszontagságok is megszűnnek, és akkor persze. Van benne egy remek atyai tanács, ez a, ha igazán szereted, lemondasz róla, és az ilyesmit jobb megírni, mint megbeszélni, ugye? Igen, ezt én is felírtam, hogy az ilyesmit jobb megírni, mert így ugye félre lehet érteni. Persze, jobb, ha nem beszéltek róla, igen. Mert akkor vissza lehet. Ja, és persze a levélben nyilván írd le, hogy ne tegyél fel kérdéseket. Hát, hogy nem. De hogy azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy tényleg akkor azért kevesebbet beszéltek az emberek az érzéseikről, tehát főleg figyelj, egy ilyen huszár. Én elmegyek, azért... ne kérdezzél semmit. Viszlát. A revoir. Igen. Ja, igen, mert ez ugye egy francia kópia maradt fenn, úgyhogy a szövegek amúgy franciául vannak, de még több dolgot is akartam mondani. Az igen. Egyik az, hogy ami nekem ilyen nagyon arcba mászós volt, és így nagyon leugrott a filmből, az, hogy amikor belenéz a Vilma testvére, aki szintén huszár a kamerába, és azt mondja bele a kamerába gyakorlatilag a mi kis országunk szenvedését nekünk is viselnünk kell, amikor kiderül, hogy elszegényednek. Figyelj, de ez értem, tehát sok, de hogy ez egy tök aktuális probléma akkor, hogy hoho, hát eddig nem így mentek hát igen, itt a dolgok. Ezért,
Jó, hát azért lehet ennél, lehet azért ennél kicsit Sőt, itt a kamerába énekelnek emberek 5 percenként, tehát ez a legkisebb problémánk, ez a szolgálati közlemény. Meg ami még üdítő volt nekem a történetben, hogy az apuka nagyon, tehát hogy bár a legjobbat akarja a lányának, meg végül is azért ő az, aki kicsit így eltántorítja a főkapitányt, tehát hogy ő alapvetően a szerelem pártján van, és először inkább a testvér az, aki ennek ellene van, mert tudja, hogy mekkora egy ilyen nőcsajba lesz ez a Tarján, és hogy ezt az apuka, amikor ezt így mondja neki a testvér, hogy mekkora nőcsebb lesz ez a Tarján, akkor azt mondja, hogy jó, hát olyan fes huszárlegény, vagy nem tudom mi, hát ez a dolga, hogy a nőkkel így, nem tudom, ismerkedjen. Hogy nem ez a klasszikus karakter, hogy az apuka az, aki nem tudom, legszívesebben egy szobába bezárná a lányát, mint ugye az ellopott szerdában is, ott az apuka, nem, hogy ez is egy ilyen, igen, hogy ez is egy ilyen újabb fordulat. Hát de aztán mégis mondjuk ez, nem, igazad van, mert ez egy teljesen ilyen realisztikus megközelítés, hogy akkor ő még nem tudja, hogy ennyire el van szegényedve, vagy hogy már kivásárolták. Igen. Úgyhogy akkor mehet a szerelem, meg free love. Aztán igen, kiderül, hogy elszegényedett, és akkor meg az anyagi biztonságot akarja a lányának. Tehát igen, ezek tehát a motivációk rendben vannak. Aminek még utána néztem, hogy a párbaj. Ebben van egy ilyen párbaj jelenet. És hogy ez tök érdekes, hogy ez egy ilyen jogi szürke zóna volt nagyon sokáig ez a párbaj Magyarországon is, és a Vasárnapi Újság 1887-ben lehozott egy olyan cikket, amiben a párbaj ellen érvelnek, hogy de nagyon érdekes megközelítésben, hogy vagy társadalmi szemszögben ez, hogy egy szegény paraszt, mondjuk aki hirtelen felindulásban megöl valakit, az 10 évet kap. De az urak előre megfontolt szándékkal, akik végig gondolhatják higgadtan is a dolgot, az urak azok kimehetnek, és akkor lelövik egymást, és akkor ők maximum 5 évet kaphatnak, hát de hogy... szuper! De hogy, vagy még az sem, mert hogy ezt így elnézik, hogy ez a párbaj, ez a becsületről szól. Igen, hogy ez a becsületről szól, úgyhogy ott azért ez így, ott oké. Okay. De aztán nem ilyen szofisztikált fegyverekkel, hanem a kapámmal vágom fejbe, az meg kész. Mert valaki... Igen. És egyébként 1903-ban megalakul Magyarországon a Párbajellenes Szövetség, Országos Párbajellenes Szövetség, és 1917-ben tiltják be a párbajt. Szóval, hogy Dajka Margitnak amellett, hogy írjuk a nevét, amellett is nagyon érdekes élete volt. Goebbels, második szeretője. Goebbels szedzem ezt a szegény Dajka Margit. Ne, kérlek. Az első munkája az 7 évesen egy rikkancs volt Nagyváradon, és 15 évesen már le is szerződtette a Nagyváradi Színház. Tehát, hogy ő egy ilyen gyerekszínész, illetve ami még egy ilyen nagyon izgi történet, vagy ami kicsit aktuális, az az, hogy a spanyol nátha idején ő nem kapta el a spanyol náthát, és ő ápolta a családot. Ez egy ilyen érdekesség, illetve hogy ő a domonkos apácáknál tanult gyerekként. Egy apáca egyszer felpofozta, és ő visszaadta ezt a pofont. Oh, yeah! Úgyhogy ő egy ilyen bedesz arc, és akkor ki nyilván el kellett jönni a suliból. Eltanácsolták. Eltanácsolták, igen. De ez látszik rajta, tehát hogy ő nem is tudná letagadni ezt a... nagy szájúnak mondanám, de nem arra szeretem. Igen, de hogy tök jól, tehát hogy majd tök jól játszotta a Piri minden tudban. Tehát, hogy hasonló ez a két karakter azért, amit lehet játszik, tehát, hogy van egy ilyen közös magia, de hogy azért tök más, tehát, hogy ő megállja a helyét ilyen ez a vígjátékban. Okos, és, ugye, igen, ez a talprás. Ez különlegessége a karakternek, igen. És nem tudom, a bálban is megállja a helyét, mint ilyen love interest, meg a, nem tudom, a feltalálja magát, és akkor ilyen aktív. Tökéletes nő. Úgyhogy vele még remélem sokszor fogunk találkozni. Evezzünk új vizekre? Hú, oké. Evezzünk új vizekre. Most sikerült az összes filmet átkötni? Lehet, hogy végre először. Figyelj, tehát, hogy mindegyik címében volt valami mozgásra utaló, igen. Eszköz, igen. Uh-huh.
Szóval az utolsó filmünk, amiről ma beszélni fogunk, az Vicca a vadevezős. A cím egy átverés. Kezdjük ott. Szerelmi történet. Egy érdekes narratíva beli megoldással. Nagyon. Ez egy amire új nem dolog. Számítottam, hogy ez egész film ez egy szerelmi történet, beleszeretnek, egy kicsit ilyen kifordított szerelmi történet, hogy nők hajkuráztak a férfiakat, mm-hmm. vagy a férfit, akinek csak a hangját ismerik, mert a rádióban gyönyörűen énekel Csalogány, mm-hmm. a Csalogánynak hívják, és akkor nők próbálnak vele találkozni, mehálózni, és ebből félreértések következnek, hogy ugye csak a hangját ismerik, és igazából élőben sem ismerik fel, mint kiderül, tehát, hogy nem tudják, hogy hogy néz ki. Ugye a rádió celebek fantasztikus tulajdonságát kihasználva. Úgyhogy két nő is rárepül, azt hiszik mind a ketten, hogy ők a Csalogányt találták meg, de az egyikük igazából nem, és ebből különböző félreértések alakulnak ki. Nagyon röviden ez a történet, ez egy romantikus vígjáték, vagy ez egy ilyen fele-fele arányban vígjáték és romantika talán. Na de a narratíva beli megközelítés, ami izgalmas, az, hogy az egész egy hacsak és sajó sketch-el indul, és igazából az egész történetet, tehát a romantikus sztorit, azt a sajó meséli el a hacseknak, aki néha így belekérdez, és akkor megáll a történet folyásra, és visszamegyünk a kávéházban, ahol beszélgetnek. Amit a kizgő. Igen, ez a sztori a sztoriban. Igen, és ez egy... Ez nagyon tetszett nekem. Ez a nagyon része. Tehát csak ez a része. Csak ez a része. Igen, csak ez a része. Alá szeretném húzni verbálisan is. Az öreg Gábéla írta és rendezte, őt is ismerjük már, régi motoros. Ennek sem túl jó sajnos a minősége, amiben fennmaradt. Meg ki is maradnak néha, így ugrál. Vannak igen ilyen kis ugrások benne. Ami vannak benne ilyen jó, szerintem itt a Hacsek és Sajó, mivel több szerepet kap, és itt is vannak ilyen bosszantó visszakérdezéses poénok, de azért itt van egy-két jó beszólás. Uh-huh. Tehát, hogy maga fél órával lesz hülyébb percenként. Ez például egy elég jó poén. Meg van egy-két ilyen szellemes. Most nem akarom az összeset előni, mert azért nem olyan sok poén van, de hogy van egy-két szellemes ilyen. Uh-huh. És hát ami még durvább, hogy van ugye egy ilyen csavar, hogy a Hacsek és Sajó, vagy a Sajó által elmesélt szerelmi történetben, ami ugye a rádióhoz kapcsolódik, és ő speaker a rádióban, tehát ezért tud erről az egészről. Tehát a Sajó elmeséli Hacseknak, hogy mi történt a rádióban, ami ez a szerelmi történet. Uh-huh. És ebben a szerelmi történetben van egy olyan, hogy mit akarnak megnézni a moziban, és a nő ugye erre azt válaszolja, hogy a Hacsek és Sajó filmet, és, tehát, hogy ez már egy ilyen dupla csavar, de hogy Hacsek és Sajó gyerekként szerepel is a filmben abban a síkban, ahol a szerelmi történet történik. Ott van egy Hacsek és Sajó, nagyon rövid sketch, ahol a Hacsek és Sajó gyerekek, és így úgy néznek ki, mint a Hacsek és Sajó. Tehát, hogy amúgy ilyen emiatt, ez egy ilyen olyan ilyen Inception-szerű, ilyen önmaga farkába harapok, így, hogy ez nagyon izgi volt. Ez egy ilyen érdekes vonal, amit így nem is teljesen értem, hogy ez így hogy pattant ki a fejükből, vagy ez a, amúgy lássuk be, elég blőd és egyszerű romantikus vígjátékben egy ilyen nagyon fura hát megoldás, hogy fér bele. Tökéletes önpromó. Tehát, hogy mi lehetett vajon az a Hacsek és Sajó film, amit megnéznek? Egyébként. Hát gondolom, egy ilyen sketch film valószínűleg. De ugye ez azt is vonza magával, hogy a Hacsek és Sajó, ha szerepelnek a kísértetek vonatonban, és itt is, akkor ez a kísértetek a vonaton, és ez az egy világban játszódik. Hacsek és Sajó universe? Igen. Aha. Hát jól értem. Én, ha jól emlékszem, a kísértetek a vonatonban az első ilyen szárnypróbálgatás, ez filmen talán. Igen. És hogy Vicca a vadevezősig meg már eljutnak a teljes önpromótálás felé. Igen. Meg van egy ilyen közös szála, csak itt működik az a félreértés, hogy,
ugye a fotó alapján keresték az ellopott szerdában a nőt, ami egy kicsit ilyen nehéz elképzelni, még hogyha így megfotoshoppolják is idézőjelben, de hogy itt ez tök jó. Amúgy ez az alapszitu, hogy a hangját ismerik csak, és akkor szerintem nehéz felismerni valakit mondjuk egy podcastnak a hangjával. Na és hogy ez a vadevezős... Én kikérem magamnak. De van benne pár jelenet, ami nagyon menő evezős csajokról szól, de hogy úgy egyébként ennek mi értelme? Hát én azt hittem, hogy ez egy csónakházban fog végigjátszódni ez a történet, igen. És a főszereplőnk egy evezős. Ez nem derül ki. Evezés után hallgatják ott a rádiót, hát, nem? Hát igen, de hogy még az... Tehát, hogy ez... De mondjuk a csalogány a rádió híresség, mint cím, az igen. Egy kicsit jobb. Vagy a csalogány nyomában. Vagy mit bármi. Elcsalogány. Én nagyon másra számítottam ebből a film címből. És kicsit átverve érzem magam. Sajnálom. Gál Béla törbehúzott. Igen. Térjünk el rá az értékelésekre most, hogy végigbeszéltük mind az öt mostani filmet, vagy hát négyet. Hát az animációs filmet azt ajánljuk mind a ketten. Uh-huh. Neked melyik volt a kedvenced ebből a négyből? Tudsz-e dönteni? A Rákóczi induló egyértelműen. Ez egy jó film. Igen. Ahogy van. Hiszem, hogy ismét konvergálnak az értékítéleteink. Igen, egyszerűen ez egy nézhető, tök jó, aranyos, jó film. Jávor Pál, adja... Ez csak Csortos Gyula. Igen, ő az apuka. Ő az apuka, benne nincs olyan sok szerepe, de hogy... Szóval jó színészek, jó ez a sztori, huszárok, nagyon szép ruhájuk van. Igen, romantikus, lovak. És ez a romantikus része az működik, tehát hogy ott ilyen hihető. Teljesen, meg ilyen tök jó ötletesen romantikus, igen. Meg... van piknik a parkban, szóval ilyen szuper jó aranyos dolgok vannak benne, úgyhogy én ezt nagyon is ajánlom. Százszerzékig egyetértek, én ilyen B-kategóriásan ajánlom még a Kísértetek vonaton, ami szerintem olyan szempontból, hogy ez is egy izgalmas film, amiben egy tök jó történetvezetésű, és izgalmas, és újszerű ez a műfaj, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a konklúziónk erre a részre, hogy Rákóczi indulót nézzétek meg. Sajnos majd ehhez is rakunk egy linket, de nem annyira jó ez a YouTube feltöltés, és nincs fenn se Filmion, se Cinegon, úgyhogy alternatív kreatívnak kell lenni. Hát én egy filmtekercset fűztem be. igen, én is besétáltam a filmarchívumba, és kikértem. Mit szólsz ahhoz, hogyha egy kicsit a következő epizódot belengedjük? Lengessük. Én azt láttam, még nem néztem meg, hogy mik vannak, de... Oh boy! Én azt látom, hogy jobb is, ha ezt befejezzük gyorsan ezt a részt, mert a következő rész az 2, 4, 6, 8 és 10 film. 9, bocsánat. 9 film. És ezek már egész estések, mint szerintem. Jesszusom, de jó. De például itt lesz az első horror skiffing. Nagyon várom. Akkor egy újabb maratoni résszel fogunk a 34-es évből minden bizonnyal érkezni. Mindenkinek köszönjük, hogy ha végighallgattatok minket. Köszönjük a zárójelnek, hogy biztosította számunkra a stúdiót. Kövessetek be Twitteren, Magyar Filmek által Cettig néven megtaláltok, és írjatok ránk, és akkor küldünk egy GIF ajándékosarat mindenkinek. Illetve azon a kis adatbázison, ami szintén a linkemben van, oda beposztoljuk az összes filmnek az elérhetőségét, ahol meg lehet nézni a legtöbbet a YouTube-on. Az ingyen és egy gombnyomásra elérhető filmek, ezek a fő profilunk. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Hamarosan találkozunk. Az 1934-es magyar filmtermésre fogunk foglalkozni.